megtermékenyíti őt ebben az időszakban. Kálai Ernő, bioromantika elmélete, a természet rejtett arca írása, mely az élő és élettelen, a festett és a valódi létező tárgy közötti új összefüggés rendszereket tárja fel. Mindezeken túl azonban gyarmatiban élt egy másik tudatalatti, mágikus virág iránti érdeklődés is. Ez az érdeklődés talán még a korábbi André Bretonnal való találkozásához is köthető. Ez a mágikus iránt vonzódó, szürreális szemlélet a festményeken kívül fotogramjaiban ölt leginkább testet. A szürrealista ihletésű fotogramok gyarmatinak egy másik énjéből fakadnak, a szigorú struktúra feloldódik, az anyag, konkrétan a fotópapír, átengedi magát a fényárnyék véletlen játékainak, törésvonalainak, különös rétegződésének, a textúra végtelen variációinak. Az 50-es évektől, minden közszereptéstől elzárva, gyarmati egyre jobban foglalkoztat a tudomány bizonyosságába vetett hit, a természettudományos alapok és az ezekből kialakított általa gondolati térnek nevezett koncepció, amely képein megjelenik. Festményeit a részelemek öntörvényű mozgása, vibrálása, a rejtett fények töltik ki. A formák sűrűsödése, ritkulása alakítja ki sajátos színdinamikáját. Kompozíciói kozmikus dimenziókat nyernek, a mikro és makrokozmos mozgásait próbálja vásznain megteremteni, látványba foglalni. Mindezt egy olyan szűkre szabott térben, saját otthonában teszi, amiből az utolsó években szinte már kilépni sem tud. Itt a bezártságban, magányban tágul ki és teremtődik újjá számára a világ, terjed kifelé a csillagrendszerek és befelé a láthatatlan dimenziók irányába. Maga a tér pedig, ahol alkot, a lakása, méltán versenyezhet a szürrealizmus profétájának, André Bretonnak szürrealista otthonával. Ahogy André Breton, ugyanúgy gyarmati is, látványok, indulatok, maszkok és tárgyak gazdag, sűrű szövedékévé alakítja otthonát, amiből akárcsak André Breton képzeletbeli ablakán át egyszerre kifelé és befelé is lehet tekinteni, a természet rejtett arca ugyanúgy benne rejlik, mint a távoli csillagrendszerek láthatatlan struktúrája. Azt reméljük, hogy gyarmati otthonát ugyanúgy meg lehet, és meg is kell őrizni, legalábbis egy hosszabb időre, mint ahogy festészetét is megőrizzük, és ahogy az meg fog maradni számunkra. Megújítja a mi gyarló testünket is, és hasonlóvá teszi megdicsőlt testéhez. Részesíts őt mennyei békéjében, testét pedig támassza fel az utolsó. Ezen imádkozva egy utolsó búcsút elmond testvérünktől. Búcsút unokái, közé-távol barátai, ismerősei, kik eljöttünk temetésére, szeretettel tölt hazámban. Önkénő napja, vegy a hívek seregét.
Istenünk, te vezetted meg a föld alapjait, te alkottad az eget, és határoztad meg a csillagok helyét. A halál rabságában sínlődő ember pedig újjá teremtette, Jézus Krisztus megtörje az alvilág bilincseit, feltámadjon a hívők üdvösségére, és tegyél irgalmasan erre a sírhelyre, mert elültessünk a keresztvizáltal Krisztushoz kapcsolódottan mulandó földélet idejére, megváltók jósága engedje, hogy dicsőséges feltámadásában is részesüljön az utolsó napon. Az Úrnál nyújt! Eszének szent jelen legyen rajtad, elben váltott meg téged a megváltó, elben van üdvösségünk. Porból lettél és visszatérsz a porba, de Isten feltámaszt téged az utolsó napon. Béke veled, nyugodjál békében. Tál engem, és testet adtál nékem, támaszt fel, uram, s megváltó az idők végén. Krisztus feltámadt a halálból, mint elsőszülött a holtak közül. Földből alkottál engem, és testet adtál nékem. Támasz fel, uram, s megváltó az idők végén. Amint Ádámban mindnyájan meghaltunk, úgy Krisztusban mindnyájan életre keltünk. Földből alkottál engem, és testet adtál nékem. Támasz fel, uram, s megváltó az idők végén. Testvéreim, megváltó Jézus tanítása szerint valljuk meg a Szent Háromság egy Istenbe és az örök életbe vetett hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Úrunkban, aki korantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbját, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozunk testvéről, mert a kívekért, akik az Úrban mindent el. Kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozzunk valamennyi élő hívőért, különösen azért a testvérünkért, aki közülünk elsőnek fogja követni. Hívj! Kérünk téged, hallgass meg minket! Mindenható örök Isten, élők és holtak ura, te meg irgalmadból ad meg nekünk mindenki bocsánatát, az ő boldogságot, Krisztus, aki írunk által. Benne nem hal meg mindörökké. Atyáinkkal irgalmat gyakorol, megemlékezik a Szent Szövetségről. Nyomán járjatok,
mert támadást várjatok, feltámadt Krisztus. Elhúgy ti, amiért testvérünkért a lakóegyet a templom oratóriumában, kápolnájában tartunk szentmisét ma este 6 órakor. Imádkozunk érte, imádkozunk valamennyi dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amit.